everybody. My name is Silvia Rosani and I'm the composer and multimedia artist in the team which proposed the project How Women Sound. Péter Szabina vagyok. Én pedig Bolgár János Kristóf. Mi vagyunk a Blanche de Videót, egy audiovizuális alkotópáros. Munkám elsősorban a neoavangárd, az avangárd, a szabad, hangzó, belakható terek, érhető terek jellemzőek. Így találkoztam Szilviával is, több mint 10 éve dolgozunk már együtt. Workshopokat szerveztünk, intermediális, multimediális munkákat készítettünk, koncerteket adtunk elő. Ennek az utolsó állomása a legfrissebb, az úgynevezett Electrical Jungle nevű projekt. De pül a szoknyájuk, a rokolyájuk, a keszkenőjük, a szoknyájuk, a rokolyájuk. Ahol a nők közötti kommunikációt elektronikus és hangi eszközökkel kutatjuk. Egy applikáció segítségével, amelyben a közönség közösségé válhat és velünk együtt alkotótereket tud, élőtereket tud létrehozni. Ez ugye a neoavangárd, avangárd gyakorlatban is egy fontos dolog volt, mind Kassáknál, mind pedig mondjuk Német Társánál, Góbánál is észrevehetjük ezeket az úgymond élő szövegeket. És hogy ezt a vizualitással hogyan tudjuk tovább folytatni, a nagy kérdésre a választ a Blanche de Videót adta meg, akiket meghívtunk ebbe a projektbe. Az Electrical Jungle-ben a performance-hoz és az installációhoz videókat készítettünk, emellett pedig egy objekttel, egy szereplő ötletével is kapcsolódtunk a közös alkotáshoz. Ő itt látható mögöttünk. Ekkoriban egyébként már egy ideje foglalkoztatott bennünket egy véletlenül talált tár, egy fej nélküli átlátszó internetről rendelhető guminőnek a művészi tematizálhatósága, a saját és a csapattal közös társadalomkritikai és esztétikai szemléletünk beilleszthetősége. Ami testünkben hordja, kibírja tovább, kibírja tovább. Talán már a névválasztásunkból is kiderülhet, Blanche Whitman sorsa és munkássága egyfajta kicsinyítő tükre egész alkotói tevékenységünknek. Szokták őt úgy is emlegetni, hogy ő a hisztéria királynője. Általában ő is elmondható az esztétikai érdeklődésünkről, hogy az elnyomás, a kirekesztés alakzatai mindig nagyon érdekeltek bennünket. A kritikai és a feminista elméleteknek nem egy illusztratív, hanem az alkotások maguk által megvalósuló emancipatórikus bemutatása, megvalósítása az, ami érdekel bennünket, és így szeretnénk ezt közösen ebben a projektben is kidomborítani. Ekkor nagyon örültünk a Kassák Múzeumnak a tavalyi meghívásának, hogy alkothassunk együtt Úrvári Erzsi, Kassák Lajos húga és alkotótársa szövegeihez kapcsolódóan. A Kassák Múzeumban volt egy közös performanszunk is, az Éjjel egy lánynak énekelni kezdett a mellett. Szeretnénk dolgozni, és ezért pályáztunk erre a díjra, hogy egy összefogó német-magyar kontextusba helyezhető avantgárd és neoavantgárd eszközökkel operáló olyan performatív teret hozzunk létre, amelyben az előbb említett objektek, az applikáció, a modern technológia és a teljesen hagyományos szövegi és hangi anyagok is egy közösségi teret tudjanak létrehozni. Beszélünk egy kiállító térről, beszélünk egy térről, amely performanszal alakulhat, és beszélünk egy olyan térről, ahol workshopok, oktatási anyagok, illetve időtöltés segítségével valódi közösségé tudunk kovácsolódni, hogy bárki megszólalhasson.